Sziasztok, Ádám vagyok, a tech nézitek. A képen az IPEGA által gyártott töltő állomás, tehát asztali tartó van az új 2013-as Apple készülékekhez. Ez tulajdonképpen az iPod tehát a 5. generációját, az iPhone 5 az iPad 4 illetve az iPad Mini-t foglalja magába, ugye, amelyek Lightning csatlakozóval rendelkeznek. Viszonylag nagy méretű doboza van, ami sejteti azt, hogy Valamit tudnia is kéne ennek a doboznak, illetve annak, ami benne van. Ki is nyitjuk. Van a csomagolásban egy kábel, ami egy Simple USB, illetve egy kis vékony tű. Ez egy 5 voltos DC táptöltő, amit akkor írok rögtön, ha már itt látjuk a hátsó részét az állványnak, ide csatlakozik bele, tehát ezzel már érezhetjük azt, hogy csak tölteni fogja a készüléket, arra ezzel nem lesz jó, illetve kiből kapcsolható a dokkoló, az alján kis szilikon lábak vannak, 5 darab annak érdekében, hogy stabilan álljon, van egy kis alapja, illetve egy ilyen kis dizájnos ívelt talpa, ami egyébként, hogy nézem, nem igazán hajtogatható. Így van, ez ebben az állva, ebben a szögben tud csak megállni. Van egy minimális kis használati útmutatónk is, ami jelzi, hogy hogyan tölthetjük ezzel a készülékünket. Itt az bozávány részben itt egy kis plexi húzódik végig, középen pedig itt van a lightning port, ebbe állítjuk bele az iPad minit, ami egyszerűen meg is történt, és itt tulajdonképpen használhatjuk, ugyanúgy tudunk rajta asztalon netezni, e-mailezni, bármit csinálni, itt a középső gombot itt a Plexi Eve alatt, miközben a készülékünk töltődik és használható marad. Igazából ez a csatlakozó ez el is fordítható egy pár fogban. Ez pont annyira elég, hogy így, ha elfordítom, akkor fekvő állapotban is behelyezhetem a tabletet. Amit annyiból tudok kicsit korlátozottan használni, látszik is talán, hogy ez a plexi ez itt az alsó ikonok elérhetőségét korlátozza, azonban a többi rész az jól hozzáférhető, de viszont ezeket az alsó ikonokat nehéz elérni ezáltal. Ez volt tehát a Gigatel által forgalmazott Ipega Lightning csatlakozós iPad, illetve iPhone 5 dokkoló. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!